Elkezdődött a közellenség próbaidőszaka a Jászai Mari Színházban. A művet Tasnádi István írta, aki maga is részt vett az olvasó próbán. A darab egy lókereskedőről szól, akitől a vásárba menet elveszik két lovát, de nem tud jogorvoslatot nyerni, ezért fellázad, maga akar igazságot szolgáltatni. Felkelést szít, és fél Németországot felégeti anélkül, hogy megtalálná az őt megkárosítókat. Ugye általában az ember úgy választ darabot, aminek valamiféle aktualitását érzi, és hát a Kolházy Mihály történetnek általánosságban véve is, vagy hogy is mondjam, társadalmi szinten is lehet aktualitása, és egyéni szinten is lehet aktualitása. Szóval úgy érzem, hogy még mindig abban a korban élünk, amikor ezt a darabot érdemes újra és újra elővenni, és megmutatni, ha már egyszer valamiről a színházba beszélünk, akkor beszélünk komoly dolgokról. Az olvasó próba mérföldkőnek számít, ahol sok minden kiderül, elkezdenek kirajzolódni a majdani előadás körvonalai, és persze a színészi játék is. Van, aki nagyon hamar megtalálja azt a hangot, és meglepően jól olvassa föl a szöveget. Van, aki egy picit sokat gondol a szövegről, és ott akkor azt gondolom ilyenkor, hogy na, majd vissza kell venni, majd itt most ő valami elképzelése van, ami nem pont ugyanaz. De hát nem fair ez a helyzet, mert ugye én és a díszlettervező Péter is, Monori Andrea zeneszerzővel, Hojsa Henriett a koreográfussal, nagyon régóta készülünk erre az olvasó próbára, illetve erre a próba folyamatra. Ők meg ugye most látják először ezt a szöveget, olvassák, ahogy tudják, szinte első nekifutásra. Az állapítható meg, hogy szerepsúlyban megfelelő figuráknak van-e kiosztva, és ez tökéletesen igazolni játszott most. A színészek számára is meghatározóak az olvasó próba pillanatai. Én izguló színész vagyok. Én most ezelőtt az olvasó próba előtt kifejezetten izgultam. Nem tudtam ráadásul, hogy itt lesz a Tasi, ugye, aki írta, ez az embernek mindig egy plusz felhő a feje fölött, ráadásul hát ő azért nem, ő ugye rendez meg mindent, tehát ugye egy elég komoly fickó. És ez a mostani izgalmam, ez még annak is köszönhető, hogy azért én nem próbáltam másfél-két éve úgy, hogy tudtam, hogy mindjárt bemutató is lesz belőle. Tehát a pandémia alatt próbáltunk, de az ember azért, figyelj, ez nem olyan, mint a biciklizés, hogy visszarázódunk.